Úgy látszik, kell valami kiírthatatlan gyerekesség ahhoz, hogy valaki színész legyen. Hogy legalább egy kis időre elhiggye, hogy ő a menekülő, és ő az üldöző, hogy ő a király, és ő a paraszt, hogy beleálmodja magát látszólag hihetetlen, néha értelmetlennek tűnő mesébe. Mérlegelés, vélemény és kritika nélkül, ahogy a gyerek. Badarság lenne számon kérni egy sráctól, mikor Winnetout játszik, vagy a ma inkább népszerű Jedi lovagot, a Csillagok háborújának hősét, hogy egyben minősítse, véleményezze is őket. Nincs véleménye, hiszen ő Winnetou, ő a Jedi lovag. Az életüket éli, a hitüket, az igazságokat vallja, a tulajdonságokat viseli. Ha nem is ilyen egyszerű, nem is ilyen meghatóan magától értetődő, de néha a színészet is okozhat ilyen örömöket. Az önfelett játék varázslatát. Gorki menedék, éjjeli menedékhelyben, mint tolvajottam, meg akartam javulni, és a Pécsi Sándor volt a Luka, a menedékhely édes öreg varázslója, és akkor éreztem, hogy ahhoz, hogy megjavuljak, ahhoz segítség kell nekem, és aztán az Isten, kellene, hogy az Isten segítsen, hogy jó útra térjek, mondja ez a tolvajfű, akit, a Maszka Pepel, akit én játszottam. És akkor oda mentem a szerepem szerint a Pécsi Sanyihoz a kemencére, és azt mondtam neki, hogy ide hallgass öreg, azt mondd meg nekem, hogy van-e Isten. És akkor 20-30-35 év távlatából most látom pontosan a Pécsi Sanyi szemét, és hallom a hangját, hogy borzasztó lassan azt mondja nekem, hogy azt kérdezed, hogy van-e Isten? Ha hiszel benne, van, ha nem hiszel benne, nincs. Amiben hiszel, az van. Na kérem szépen, akkor tessék parancsolni, helyet foglalni, és akkor nézegetjük szép lassan a helyzeteket, jó? Fantasztikus erőt ad és örömet ad, hogy látom ugyanúgy változni ezeket a fiatalokat. Attól kezdve, hogy belépnek esetleg egy vidéki kisvárosból. Nem csak, hogy ebbe a szörnyű Budapest, nem csak, hogy erre a szörnyű Budapestre, ebbe az iszonyatos zizegéssel, ami itt megy, hanem ebbe a nehéz épületbe, amit tudom, hogy micsoda. Ezt én nem felejtettem el. Tehát én megértem a rémült tekinteteket, hogy ahogy bejöttek hozzám, és azt mondták, hogy tanár úr, én ezt nem akarom csinálni. Olyanokkal is találkoztam, nagyszerű színészek, csak neveket nem akarom, nem, azért nem mondok, hogy ne hozzam őket nehéz helyzetbe, hogy a pályája, nagyon szépen megy a pályája, ment a pályája tanítványaimnak, már később, 10 év múlva. És azt mondta, hogy tanár úr, én ezt abba hagyom, ezt nem tudom csinálni, nem bírom csinálni. És mondtam, hogy még próbáld meg, ezt a szerepet add vissza, ezt ne játszd el. Te próbáld meg, mert te benned van. És itt nagyon sok ilyen beszélgetésem volt itt ebben a szobában, amikor azt mondtam, hogy még adjál magadnak egy fél évet. Mert én tudom, hogy te miről beszélsz. Én értem, hogy te miről beszélsz. Sőt, velem is nagyon sokszor előfordult a pályámon.